Sziasztok! Itt vagyunk, folytassuk és elszük eme játékunkat. Most már tényleg levadászuk Hendriket. Valószínűleg ő lesz a fő boss, ugye? Valami különleges megoldásba feltehetőleg, ugye a feltámadás hadművelethez, vagy mi a passzom már a neve. Na. Miért lősz? Beakadt valamelyik gomb? És folyamatosan lőtt? A kutarc nem opció. Oké, egy fél pillanat. Akkor újraindítjuk a játékot. Hanem úgy látszik, hogy nem nagyon tetszett neki. Hogy így fontosan lőtt. Na majd most. Megtalálni a Wolfenstein kastély bejáratát. Tehát már valahol kijöttünk, akkor be is tudunk menni. Na. Most már nem lövünk. Szóval én úgy gondoltam, hogy kipróbáljuk a... ezt. Úgy néz ki, hogy így a gyalogosok kellene, ez így teljesen hatásos elképzelés. Egy kis kötszer. Viszont az ott nem gyalogos. Csorik, rárobbantottam a helyet. Tudunk menni erre, le tudunk esni valahova. Hát el tudunk jönni idáig, hogy itt zárva van. Hát akkor kizárásos alapon ott le kell menni. Hát, ez csalogosak ellen, kurva jó. Állat. Sima gyalogosok ellen. Az ott ráadásul összer hozzá. Thank you.
megint több irányzatos, fel tudok menni itt valahova. Megijedtem. Itt el tudtam jönni erre. Ez itt semmi. Erre mi van? Gyajtó. Mit van? Ja. Oké, okay, akkor ott le. Van itt egy shortcut, csak nem tudom minek. De a kizárás alapon föl kell mászni. Más megoldás nincs. De hogy ez mekkora egy puszi, amikor így tesz ide ellenfeled, hát... A izéről nem tudsz lőni. Nagyon durván le vagy a kabálva. A kristály koponya. Én azért adtam volna egy hírt, tehát... Itt vagy a pálya végén, félhatamban leesel egy ilyen izébe, továbbmenetbe. Meg kell találni a fővárosot, tehát visszatérés a Wolfenstein kastélyban második fejezet. Feltámadás hadművelet, ja. Emlékeztem, hogy valami ilyesmi neve van. Megdögölnék a helyedbe. Kicsit oda pörkölünk. Ó. Oh. Tárazom már normálisan ezt a szart. Ó,
Bazd meg! Az bazzájba lőttem magam vele gyakorlatilag. Szuper. Ja, akkor instant belőkapik a lángszorot. Eléggé nem szerették. Gyakorlatilag instant halál volt nekik. Eléggé hatásos, azt hogy mondjam. Ellenük ez a lángszorró. Hogy mi a kurva? Ebbe belerohantam. Hát... életnek jobban örültem volna. De nem mondanám, hogy ilyen bátran állok élette. Titkos hely, csak lesz élet. De az is lehet, hogy nem. És tényleg egy olyan titkos helyet adtál, bazd meg, ahol izé volt, csak lőszer, meg kincs. Kurva lelkek. A kipekurt lelkek megbasztak. Összer. Az mondjuk nagyon sok mennyiségbe. Meg gránát, meg még több lőszer. Ó, oda néz, élet, pajzs.
Mit Lab. Ich fei. Élet. Még több pajzs, oda néz az én már. Nem, azért oda lennem hat. Harcolnak, én pedig innen jöttem. Ezt tudok menni itt gyakorlatilag úgy, hogy leesek. Menni itt viszonylag normálisan. Sőt, nem csak viszonylag normálisan, hanem teljesen normálisan. Itt már jártunk. Azért elég jól fölhúztuk magunkat gyakorlatilag a nulláról, életileg. Egyébként, hogy mennék be? Ah, fentről be lehet oda menni. Ötszer élet, lőszer. Ezt bentről se lehet, viszont az ajtót ki tudom nyitni. És akkor így ki lehet jönni.
sokkal előbb most tudom, hogy merre kell menni. Hogy bekommantózott. Van. Azt kérdezte, hogy van-e? Mondtam neki, hogy van. Adtam. Kaptam üzemanyagot, dinamitot és adrenalint. Elvételeg. Hát, hogy megtaláltam a kettő titkos helyet, meg a hat kincset. Elpusztítani Henriket. Ugye csak három fejezetes? De ezt gondolom, ami ilyen faszó lesz. Valami ilyesmi. Én sem mondhatnám szemben. Egy Super Soldier, természetesen. De szép vagy. Másik Super Soldier. Nagyon jó, ez már kettő. Aha, ott egy harmadik. Illetve vannak ott valami lelkek. Bocsánat. Már önmagában ez is egy elég nagy boss, ha az lenne ez a három kis izé. Most ő lesz a fő bosszomány. Hihettünk az első képnek, amit ott láttunk. Akkor van ott három Super Soldier. Néhány egyéb ellen. Meg ugye a fölgeci. Jó, most a játék föltankolt minket mindenből. A szellemeket gondolom a csaj csinálta.
Na, a csajnak most már teljes mértékű erekt. Ahogy nézem, abban nem idéz újat, csak ilyen kis pajzsos gecikből. Az abban még igazából annyira nem baj. Úgymond. Hát én nem mondanám azt, hogy vészesen nehéz. Már eléggé fogy a ruhája. Elméletileg megfeküdt. Waiting to take you back to Berlin. Sir, the Führer is expecting your arrival. Yeah. Ennyi? Tehát, hogy ennyi? Ez volt a íz, amitől fostunk. Ez. Ettől tartottunk annyira, hogy hú, a feltámadás alatt, mert azt egy ilyen kis izé volt, nyomor negyed. Úristen. Az első boss, vagy a második nehezebb volt, mint ez. Igazából rájön három ellenfél, azt nehezebb, mint ez. You wanted to see me, sir? I just finished reading the last of the reports. It's still hard to believe. Well, I suppose we can close the book on Operation Resurrection. Wouldn't you agree? Yes, sir. Jack, I think that Agent Blazkowicz deserves a medal for what he did, but seeing how this mission never officially existed,
I'm sure he understands, sir. Well, I hope at least he's enjoying some well-deserved time off. Oh, yes. He's off on a little R&R as we speak. Ah, excellent, excellent. Anything special? Ezzel az ittás. Plaszkovics éppen egy bárra lítja a népet. Ez az ittás. Jó. Tehát akkor... Ez finito. Jó. Hát ez a boss harc, ez kiábrándítóan könnyű volt, hogyha ott lett volna a... Az a három. Super Soldier. Más nem, csak az a három Super Soldier. Na, az azért már kemény lett volna. Az önmagában ment volna egy boss harcnak. Ez így ilyen hangyafasz volt. De ezt a játék mondat, hogy tudjátok játszani egyéb nehézségi szinteken is, nem csak ezek vannak, hanem vannak bónuszmódok. Például itt realizmusra nehézség is nincs, hát itt nincs manuális mentés és megtestesült halál nehézség. Itt nem veszel fel gyógyítócsanokat és páncélokat. Itt megtestesült halál a nehézség, viszont 999-999 999, tehát itt geci nehéz a játék, de cserébe baszott magad is minden. A rémálom, az meg hát rémálom, nincsenek csomagok, nincsenek páncélok, nincs hát, nincs manuális mentés, és a nehézségi szint pedig megtestesült halál. Úgyhogy aki érez magában craftot, annak ajánlom a rémálom mod végigjátszását, ugye a megtestesült halálnál már csak egy nehezebb szint van a realizmus, úgyhogy tehát majdnem a legnehezebb szinten kell játszani, úgyhogy nincs benne semmi. Na de akkor köszöntöm a figyelmet, most így rövid live volt, azt tudtam, hogy nem lesz hosszú, de az ennyire kicsit hosszabbra számítottam. Találkozunk, azt mondja, hogy azt hiszem csütörtökön jövünk egy közösen a kollégával, folytassuk a Young Bloodot, én pedig önállóan vasárnap jövök, méghozzá úgymond ennek a folytatásával, a 2009-es Wolfenstein-nel. Addig is, sziasztok! Tehát, sziasztok! Everything they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Suffocate.